Én pedig akkor már jövök is az asztalhoz, hiszen itt van Halász János, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kívánok, kívánok! Mert hogy döntött a testület, nyilvánosságra hozzák azt a jelentést, ami talán most horgos kapcsán még inkább hangsúlyos, annak a tartalma migráció és terrorizmussal köthető össze vagy az összefüggéseiről számol be. Mikor lehet a mai döntés után ez valóban nyilvános? Remélem, hogy még ezen a héten. Kocsis Máté frakcióvezető úr kezdeményezte a bizottságnál, hogy ez a jelentés, ez a legutóbbi jelentés kerüljön nyilvánosságra. A titkosszolgálatok folyamatosan készítenek jelentést a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, azokat a Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai olvassák, és ezek a jelentések sok mindennel foglalkoznak, szóban is nagyon sok tájékoztatást kapunk. Most ez a jelentés a migráció, az illegális migráció és a terrorizmus kapcsolatáról szól. És látjuk, hogy az elmúlt időben mennyire rendszeressé váltak mind a, a, a betörések a határon, a betörési kísérletek, és hát a fegyveres akciók is, amit a migránsok elkövetnek. Ez ugye úgy kezdődött valamikor 2015 táján, hogy illegális migránsok hada lepte el Magyarországot is, akkor építettük ki azt az idéglenes határzárat, a jogi határvédelmet, azokat az ügyeket, dolgokat, amivel védjük Európát is, nem csak Magyarországot a migráns hullámtól. De láttuk azt, hogy már akkor is bebizonyosodott, hogy a migráció és a terrorizmus kéz a kézben jár, hiszen az azóta vagy legutóbb is Európában elkövetett terrorcselekményeket olyan emberek követték el, akiknek migrációs háttere volt, olyan is volt közöttük, akik ezen az útvonalon érkeztek. Nyilván most is érkeznek terroristák, de most már nem csak terroristák érkeznek a migránsokkal, hanem már itt vannak a fegyvereik is és ne legyen kétségünk, ők ezeket is behozzák, be akarják hozni Európába. Tehát a veszély az fokozódott, épp ezért kell megkennünk mindent, hogy megvédjük a magyarokat, és megvédjük egyúttal Európát is. Ugye az nagy kérdés ebből a szempontból, hogy az illegális bevándorlással egy időben az embercsempészekkel hogyan lehet felvenni a harcot? Igen, szervezetté vált ez az egész ügy, meg nagy üzletté. Hát ahogy az adatok mutatják, amelyek nyilvánosságra is kerültek, itt akár egy milliárd euró, több mint 300 milliárd forint is foroghat egy évben ebben az üzletágban, hogyha nevezhetjük, vagy használhatjuk ezt a szót erre. Meg kell törni az embercsempészeknek a, 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 a munkáját. Mi megakadályozzuk azt, hogy bejöjjenek, de tudjuk azt, hogy ők egyre szervezettebbek, és egyre szervezettebbek, így a határtámadása is egyre szervezettebbek. Ezért is ö, ö, le a kalappal azok előtt a rendőrök és határvadászok előtt, akik most is a, biztosítják nekünk azt, hogy Magyarországra ők ne jöjjenek be. Emberfeletti munkát végeznek. Ott voltunk múlt héten csütörtökön egyébként egy ö, kisebb ö, csoporttal, csapattal a Nemzetbiztonsági Bizottságból, és az, azon az éjszakán volt éppen az a lövöldözés, ahol talán hárman is meghaltak. De látni ott közelről, hogy mi ez, higgyék el, sokkal nagyobb probléma, mint ami a híradásokon keresztül érzékelhető. Ugye Kocsis Máté frakcióvezető is pont arról beszélt, hogy amit mi képeken, felvételeken látunk, Igen. az a helyszínen sokkal borzasztóbb. Itt volt pénteken Sas Zoltán a bizottság elnöke, és tőle is megkérdeztem, mert ugye amikor arról beszélünk, hogy egy jelentés, amely egyelőre titkos, mit tartalmazhat, amivel eddig a közvélemény nem találkozott. Nyilván most még nehéz erről beszélni, de milyen jellegű információkra kell gondolni, meg kell -e majd ijedni attól, amit majd megtudunk? Nézze, amit, amit látunk az az, hogy van egy jelentés, volt egy kezdeményezés a frakcióvezető úrnak, hogy melyik jelentés legyen feloldva, melyik titkosítását oldjuk föl, és ennek a témája a Illegális migráció és a terrorizmus kapcsolata. Tehát ennyit lehet egyelőre tudni a dologról. Nyilván egy olyan folyamatról van szó, ami most nagyon felerősödött és egy olyan helyzetről, amikor jó, ha mindenki tudja, hogy mi a helyzet, mert egy olyan fontos európai problémáról van szó, amiről lehet, hogy az utóbbi időben nem beszéltünk eleget, pedig Európának talán ez az egyik legnagyobb problémája. És most látjuk az elmúlt hetekben a Hamas támadása után, hogy az európai nagyvárosokban milyen a migrációval ideérkezett tömegek tüntetések voltak, a tömegek tüntetései. Látjuk, hogy ez a probléma egy ilyen helyzetben hirtelen, hogy fel tud lángolni és ne legyen kétségünk, ahogy korábban is terroristák is érkeztek, bizonyára ez most is így van, ott vannak most is, tehát a helyzet az nagyon éles, és éppen azért szeretnénk, hogyha mindenki tudná ezt, mert egy olyan ügyről van szó, ami nem csak Magyarország, hanem Európa egészének az ügye. Ugye azt Magyarország 2015 óta mondja, hogy az a migrációs politika, amelyet az Európai Unió képvisel, az nem jó, az kifejezetten át az uniós állampolgároknak is, illetve a tagországoknak is komoly feladatot jelent. Ebből a jelentésből majd egyfajta folyamatot lehet megismerni, hogy az azóta eltelt időszakban milyen jellegű ö, problémák eszkalálódtak, mert azt eddig is tudtuk, hogy mondjuk Szaláb itt erre járt, és utána Franciaországban milyen terrorcselekményt irányított vagy követett el, de ezek egyedi esetek voltak, itt folyamatokra kell gondolnunk? Folyamatokra is ö, érdemes gondolni, de a jelentés leírja a mostani helyzetet is. Uh -huh. Tehát, ö, de hát várjuk meg a jelentést is és akkor beszéljünk róla újra, de azt már most is látjuk, hogy mi minden történt eddig. Hát ugye nyitott szemmel járunk. Látjuk, hogy milyen Zsákutca az európai migránspolitika. politika. Azt is tudjuk, hogy ránk akarják ám erőltetni a migránsokat, tehát ők azt akarják, hogy befogadó építsünk, azt akarják, hogy Magyarországon is migránsok tízezre éljenek, mi ezt nem akarjuk, és nem is fogjuk engedni. Ugye, hogy nem engedjük most be őket, akik már ott vannak, azt sem szabad, hogy ide telepítsék. Tehát nagy a küzdelem, nagy a harc, és egyre élesebb, ahogy beszéltünk róla éppen ezért fontos, hogy hogy minden olyan téma, ami ebben most éles, azt mindenki tudjon róla, mert itt tudunk világosan dönteni. Mi fog megváltozni, hogyha ezek az információk nyilvánosságra kerülnek? Abban bízom, hogy a, a, a biztonságtudatunk is változik és erősödik, és abban bízom, hogy hogy helyére tudnak kerülni a, 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 a téma megítélése is. Eddig is fontos volt. De volt ugye népszavazás ezzel kapcsolatban. És a, a magyar is. emberek nagyon világosan állást is foglaltak. Azért tehát, kérdezem, hogy fontos? most a társadalmi állásfoglalás az mennyiben tud változni, hiszen ott is egy nagy arányú támogatása volt. Így van, ez a népszavazás sok évvel ezelőtt volt. És én úgy vélem, hogy az emberek nyilván ugyanazt gondolják erről a dologról, de ez, ez azóta sokkal erősebb probléma, sokkal nagyobb probléma lett. Épp ezért jó, hogyha most a súlyának megfelelően beszélünk róla, talán ez a, ez a jó hozzáállás, és itt most ez fog történni. Nem állna naiv a kérdésem, csak annak idején, 15-ben még lehetett azt hallani az ellenzék részéről, hogy ez egy A-probléma. Mai napig egyébként vannak olyan politikusok vagy politikai erők, amelyek azt mondják, hogy azért ide be lehet engedni, be kellene engedni a bevándorlókat, hiszen európai magatartás, európai érték. Most mégis megszavazták ezt a jelentést. Változik az ellenzéknek is a hozzáállása ebben a kérdésben? Hát ez, ez, ezt nem szavazták meg, hát a bizottság az, az a nem, olyan, nem olyan összetételű, hogy ott minden párt jelen ez lenne, így van. semmelyik bizottság nem olyan, a nemzetbiztonság is sem. Tehát ne téveszem meg senkit, itt nem erről van szó. Sajnos a, a, az ellenzék véleménye az nem változott. Ők ugyanúgy migránsimogatók, migráns barátok. Hát ez a probléma, ezért is kell beszélni róla, nehogy valaki tévedjen, hogy itt az ellenzék. Most esetleg hallgat erről, de ők ugyanúgy beengednék a migránsokat, és tönkretennék az országot. Tehát ez egy, ez egy olyan kérdés, ami, hogyha ha ők nem is beszélnek róla, nekünk el kell mondani, hogy milyen következményei lesznek, lehetnek annak, amit az ő barátaik csinálnak Brüsszelből. Mert látjuk, hogy mit akarnak ránk kényszeríteni. Nyilván a jelentésről majd akkor fogunk tovább Igen. beszélni, hogyha, hogyha majd megismerjük annak tartalmát. Egy kérdés viszont még lenne ezelőtt. Ha megismeri a közvélemény is, ezen információkat akkor számíthat arra hogy újabb, akár jogi, akár más eszközt a kormány majd eszközöl, vagy bevezet annak érdekében, hogy az ország még biztonságosabb legyen? Nézd, minden szükséges eszközt fogunk vezetni, amire szükség van. Tehát minden eszközzel harcolni fogunk a terrorizmus ellen, és ahogy eddig is megtettük, ezután is megtesszük, hiszen a kormánynak is, az országgyűlésnek is az elsődleges feladata, hogy a magyar polgárok biztonságát azt garantálja. És ezért meg is teszünk mindent. Alánunkor köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.